szóval akkor kezdjük azzal, amit a Jani kérdezett az előbb a Sói erdőben. Mi történt? Hát a második Sói erdőn konkrétan egy ilyen bukkan jobb három negyedikes lett volna, és én ötödik telivel befordultam, mert azt hittem, hogy egy jobb kettő, úgyhogy nem tudtam ráfordítani a kanyarra, úgyhogy ilyen földbuckák meg tankcsapdák közé kiszaladtunk, de vagy 130-140-nel, ott mentünk egy 80-100 métert, meghúztam a kéziféket, azt hittem, hogy felborulunk, kivittünk pár cserjét bokrot, aztán az elejébe egy-két ilyen kisebb bokrot, de aztán visszatértünk az útra, úgyhogy az képest nem is veszítettünk sokat. Ezen kívül a verseny hogy tetszett? Hát a verseny nagyon tetszett, hát aki célba ér és jó eredményt ér, úgy gondolom annak mindenkinek tetszik a verseny. Hát az autó az, annak ellenére megpróbáltam beosztani, tehát tényleg nagyon-nagyon vigyáztam rá. Utolsó gyorságon, amikor már nagyon rám jöttek, akkor kellett, hogy átmenjek tiszta erőből, elnézést is kértem a kocsitól ezért. De hát sikerült beosztani, ennek ellenére a műszaki kár az hatalmas, tehát sebességváltó, eltört osztómű, komplett jobb belső futómű. Egy felni, három defekt, nem tudom, nagyon sok probléma volt, de nagyon örülünk, hogy egyáltalán sikerült, hogy beértünk. Kicsit viseltes lett az autó, mi történt? Hát itt az utolsó gyorsaságon kicsit elindult keresztbe, aztán próbáltam átfordítani a másik kanyar, és bementem egy picit tőre, és megemelte az elejét, és ilyen nagyon-nagyon lassan átdöltem. Alászettem a kormányt, és ahogy a terhelés esett, ugye a futóművet benyomtam, semmi nem volt igazából. Nagyon lassan történt az egész. Azt hittem, hogy át se billent, de végül csak át billent, úgyhogy... Bosszus vagy? Hát egy kicsit bosszus vagyok, mert így még talán a második helyet el tudtuk volna csípni, de így maradt a harmadik helyünk, úgyhogy hál' Istennek ott maradtunk. Egy jó 30-35 másodpercet voltunk bent. Ezt kivéve tetszett a verseny? Én úgy gondolom, hogy jó volt minden. Az autónk jól viselkedett végig. Gumiválasztásban nem voltunk itt a végén a legjobbak, de meg volt egy defektünk, hát ez egy 16-17 másodperc volt, úgyhogy ott sokat elveszítettünk. Az öröm az örömben, gondolom a második hely. Igen, igen, én nem is vártam, sajnos attól még felborultak az utolsó gyorsan, én már úgy bele voltam törődve ebbe a harmadik helybe. Igazából nagyon-nagyon jót mentünk a Szent Király szabadján, szerintem őrült módon, tehát ha végig így megyünk, akkor akár elsők is lehetünk volna, de nem akartunk kockáztatni, hogy ez így pont jó volt, én nagyon örülök a második helynek. A nap elején viszonylag sokat kaptatok Janiéktól, ennyivel jobb volt ezen a versenyen az IRC, a Super 2000-es? Igen, ez a Sói erdő, ez igazán neki kedvezett, és Jani nagyon-nagyon jól ment rajta. Az autó egyébként hogy muzsikált? Az autó teljesen jó volt, szerintem hibátlan volt. Se defektünk, se műszaki problémánk, semmi nem volt. Bajnoki arany egyre közelebb van. Hát még hátra van két verseny, úgyhogy majd meglátjuk, de nem, tényleg mondom, én nem vártam ezt a másodikét, úgyhogy nagyon örülök ennek. Bánjátok, hogy oda a 100%-os idei teljesítmény? Nem. Bánom, sőt, örülök neki, hogy végre nem mi, mert legalább akkor más is, úgyhogy egyáltalán nem. Vidámabban tűnsz így az első győzelem után. Hát a győzelem az mindig nagyon jó érzés, mert az van mögött, hogy az egész csapat, a navigátorom együtt nagyon jó munkát végzett, és talán én is egy kicsit, és ennek mindig örülök. Jó leső érzés, gondolom, végre újra nyerni Magyarországon. Igen, utoljára 2006-ban volt teljes szezonom a Magyar Bajnokságban, akkor sikerült nyernünk. Azóta nem indultam, ez az idei ötödik versenyem most sikerült, meglátjuk, hogy lesz a folytatás. A verseny után hogy foglalnád össze a mai napot? Hát, hogy jó lassú kezdés után a gyorsulás az nem volt elég, de örülök, hogy célba értem, és egyetlen egy pontot sem viszek haza, mert nem lehetek, telhetettem, mert sokan nem viszek semmi pontot haza. Én azt mondom, hogy a portnavigátor nagyon jól teljesített, nagyon jól éreztük magunkat az autóban, és hát majd beerősödünk a következő versenyen. A mai gyorsok jobban tetszettek már? Mindenképpen tudtunk főzárkózni, vagyis hát gyorsabban menni a többiekhez képest. Most már nem kaptam annyit, és tudtam egeket is menni, sőt elég jó időket is menni. Nem volt elég, hát első nap nagyon rosszul mentem, és hát magamnak köszönhetem az egészet, de az a lényeg, hogy a célban vagyunk. Az autóban egyébként benne lett volna az előkelőbb hely? Inkább bennem nincs meg az a képesség, vagy valahol még össze kell raknom magam. Szerintem most kéne még mennem, és akkor tök jó lenne még egy kör, vagy még kettő, de nem bánom, hogy most így a vége. Egyszer fönt, egyszer lent.